A román határ mentén található mintegy 1300 fős Válay településen nagyszabású energetikai korszerűsítés fejeződött be. Négy épületre összesen 113 millió forintos Európai Uniós támogatást nyertek. Így napelemes rendszer épült ki a polgármesteri hivatalban, a védőnői szolgálat és a könyvtár közös épületében, az óvodában, valamint a legnagyobb beruházás. A Mérk Válay német nemzetiségi általános iskolában történt, közölte a település polgármestere. Az oktatási intézmény új külső szigetelést kapott. Lecserélték a nyílászárókat, újjáépítették a fűtési rendszert, valamint arányos akadálymentesítés történt, és a legtöbb napelemet is az iskola épülete kapta. A rendszerváltás óta egy tornateremmel bővítették az épületet, de komoly a felújítás azóta nem történt. Vitályos Eszter államtitkár az átadó ünnepségen kiemelte, az iskolák falai között nevelik a jövőt, ezért is fontosak a köznevelési intézmények felújításai. A gyermekeink jelentik a jövőt, akiknek én azt gondolom, hogy a támogatására egyetlen fillért sem szabad sajnálni. Voltak olyan évek, azt gondolom, az elmúlt időszakban, amikor ez nem volt mindig így, amikor a gyermekek és a családok helyzete nem mindig azt a támogatást élvezte, ami kijárt volna neki, ez azonban most másképp van. Mi úgy gondoljuk, a jelenlegi kormány úgy gondolja, hogy minden magyar gyermeknek és minden magyar tanárnak meg kell teremtenünk azt a lehetőséget, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő feltételekkel, megfelelő színvonalon, modern környezetben tanulhassanak és taníthassanak. A Nyírcsászári Bátor Liget terem Nyírdelzsi Általános Iskola Nyírcsászári tagintézménye is korszerűsödött a térségben. Ennek köszönhetően a Nyírcsászári intézmény felveheti a versenyt a környékbeli nagyvárosok iskoláival, közölte a település polgármestere. Egy hiányossága maradt az iskolának, nincs még tornaterem az intézményben, ezt szeretnék a jövőben pótolni. Nyírcsászáriban valamivel több mint 138 millió forintos uniós forrás nyertek az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. Ennek részeként az iskolában megtörtént az épület hőszigetelése, nyílászárókat cseréltek és korszerűsödött a fűtési rendszer. Az elmúlt hónapokban és jövő évben a közoktatási intézményekben összesen 4,5 milliárd forintnyi felújítás valósul meg a választókerületben uniós és állami támogatásból. Ez a 4,5 milliárd forint kiegészül 1,5 milliárd forinttal, mert hogy 560 millió forintból újulnak meg óvodák a térségünkben, összesen 6, és 6 új bölcsőde építése is történik meg, több mint 1 milliárd forint értékben. Tehát ha a három számot összeadjuk, akkor mintegy 6 milliárd forintból történik meg a közoktatási és köznevelési rendszer felújítása a választókerületben. Ez a rendszerváltás óta nem volt. Az elmúlt egy-két évben számtalan köznevelési célú felújítás zajlott, valamint zajlik jelenleg is az országban. Erről a köznevelésért felelős helyettes államtitkár beszélt Nyírcsászáriban. Ami most folyamatban lévő Európai Uniós és költségvetési forrás, az 276 milliárd forint összességében, és mintegy 812 köznevelési helyszínen zajlik ezekben a programokban fejlesztés, felújítás, bővítés, tanúszodaépítés, tornateremfejlesztés. Ezen túl vannak még olyan források, mint például a területfejlesztési operatív program, amit lényegében a települések dönthettek a saját prioritásaikról. Itt Nyírcsászáriban is egy ilyen helyi pályázatnak a eredményeként uniós forrásból került sor az iskola felújítására, bővítésére, ami egy nagyon nagy öröm, hiszen itt is azért mondhatjuk, hogy ráfért az iskola épületére ez a felújítás. A kormány tervei között szerepel, hogy a jövőben még nagyobb hangsúlyt és forrást fektessen a végzettség nélküli iskola elhagyás elleni programba. Jelenleg az oktatási hivatalnak van egy 13 milliárd forintos szakmai fejlesztése, ami azokra a helyszínekre fókuszál, ahol a tanulmányi eredményesség meglehetősen alacsony.